Tolnavádos önkormányzata úgy döntött, hogy közigazgatási területén 2020. március 16. napjától esküvő kizárólag két tanú jelenlétében tartható. A közeljövőben megkötendő esküvők párjait mindenből értesítették. Többen az eredeti kitűzött időpont módosítása mellett döntöttek. Bátaszéken olyan döntés született, hogy új esküvők felvételére a vészhelyzet ideje alatt nincs lehetőség a már előjegyzett esküvők megtartására a házasulandók és a két főtanú jelenlétében kerülhet sor. Bonyhádon is több pár azt a megoldást választotta, hogy később mondják ki a boldogító igent. Aki nem akarja megvárni a vírus lecsengését, nyolc ember előtt mondhatja ki a hűséges köt. Szexedvárosban is módosítás alatt van a szabályzás. Várhatóan itt is átérnek a két tanús esküvők bevezetésére. A hivatalok felhívják a házasulandók figyelmét a változásokra, mert több szolgáltató is lemondta a rendezvényeket. Szexerben minden pár visszalépett, akik nagy esküvőt akartak tartani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden érintett megértette a módosítást és megtalálta a közös megoldást.